lehet, hogy durván fog hangzani, mondok, de ilyen, ha rövid szavakat kell választanom, akkor talán sikertelen, értelmetlen. Tehát, hogy bebizonyította a mostani közgyűlés is azt, hogy ha közgyűlési szereplők nem beszélnek egymással, hiszen ezen a közgyűlés folyamán elhangzott az a lehetőség, hogy hogyan kell, vagy mit kellett volna tenni ahhoz, hogy a két frakció meg tudjon egyezni. Talán előtte meg kellett volna tenni, és akkor nem megint egy ilyen politikai, hát hogy mondjam, színjáték zajlik a közgyűlésben. Én akkor, amikor a tegnapi nap folyamán a polgármester azt mondja, egy olyan politikai nyomásgyakorlásként egy olyan videót tesz fel, amiben már új választást vizionál, akkor nehezen tudom ezt az egész szet elfogadni, amikor pedig egyértelmű mind az alpolgármester részéről, mind a Fidesz frakció részéről, hogy semmilyen egyeztetés nem folyt közöttük. Tehát ezt így nagyon furcsán néztem, és hát meg is lett az eredménye, hiszen nagyon sok napirendi pontban nem tud dönteni a közgyűlés. Illik tárgyalni egy ilyen kérdésben a közgyűlésnek, egyébként tulajdonosi jogokat az a gazdasági bizottság gyakorolja az SMS-ünk szerint, vagy a működési rendünk szerint. Igazából nem volt muszáj behozni. A polgármester asszony kérte meg az erőmű ügyvezetését, hogy készítsék elő az anyagot, ez többször kiderült a mostani ülés során is, és a polgármester asszony javaslatára került fel az erőműnek a taggyűlésére. Hát most innentől kezdve persze kellett tárgyalnunk róla valamilyen szinten, vagy bizottsági, vagy közgyűlési szinten, tehát azt mondani, hogy mi nem tehettünk semmit, miközben mi magunk kérjük meg erre az erőmű ügyvezetését, ez egy nagyon-nagyon fura helyzet. Mondom, értelmezhetetlen. Én mondom, elhiszem azt, hogy és van ilyen az ember, azt mondja, hogy bocsánat, tévedtem, ez mégsem jó ötlet, ezt kell mondani. Ezt kell, tehát ekkor beszélhetünk arról, hogy átláthatóság van, és tudjuk, hogy ki mit akar.